tízese Fekete Viktor, 21-ese Nagy Imre, 12-ese Kis Attila, 4-ese Katona Gergely, 5-ese Ferenc Zsolt, 28-ase Varga Dániel, 31-ese Nagy Pisti, 5-ös számmal Fábri Dávid, 13-ase Kerti Levente, a vezetőedző Tanányi Antal. És akkor most következik a Kinizsi csapat bemutatása. Hölgyeim és Uraim, a 2011-12-es és a 12-13-as szezon gólkirálya, 5-szörös futsal válogatott, a csapat kapitánya, 8-as száma Kungából. Egy volt gödöllői játékos a egyik hálóőrünk, ő pedig egyes percben Hegedűs Ferenc. Kedves közösségünk, és ma este van egy meglepetésünk, bizonyára nagyon fogok neki örülni, a román szuperkupa győztes spanyol bajnok, a 6-os számmal játszó Jordi Lazoli! A csőmontázs egyik volt játékos a 34-es számmal, Takács Marci! A csömöri Rudaula Ercik, tavalyi gólkirálya 38 góllal, a válogatott játékosunk 14-es számmal, Varga Csaba! Jöjjön egy egykori Fradi legény, 10-es mezzel, Tóth Krisztián! U19-es csapatunk játékosa, 92-es számmal, Szivka János! Egy 39-es román válogatott futszálos, a 22-es mezben játszó, Szápár Tori! U19-es csapatunk sztárja, 17-es számmal, Botamár! Következik egy nevezeti legény, aki megjárta már a Benetó csapatát is, és az édesapja is egy nagyon híres játékos, ő pedig 9-esen Kovács István Kovó. Egy volt Fradi játékos az osztrák bajnokság erőssége, 11-es számmal Fekete Robi. És végül, de nem utolsó sorban egy 55-ös futszál válogatott, semmiféleképpen sem feledkezhetünk meg. A magyar futsal válogatott másodedzője, az év edzője díjat nyerte a 2011-es szezonban, a tavalyi bajnokcsapat edzője, Fehér Zsolt alias Papa. Másodedző pedig Bici Gábor, egykori futsal és tartfoci válogatott játékos. Szeretném bemutatni a sportásokat, a bíró sportásokat, vezetőbíró Kovács Gábor, segítsen Márton Zsolt, Papos Tibor. És akkor kezdődik át a meccs perceken belül. Thank you.
megszerezte a vezetést a Debrecen csapat a 11-es számú angyalos hangzásról szerződött. Thank you.
És akkor az eredmény, Dunakeszi Kilizsi. Szerintem. Nagyon szépen köszönöm. Hajrá Kilizsi. Karácsony lehet az összegből. A naptárok vendégeket
Na hát ismét egy remek péntek estét szerzett nekünk a Dunakeszi Kinizsi NB1-es csapata. Itt áll velem Fehér Zsolt, vagy Papa a vezetőedző. Először is erről a meccsről kérdeznének, hogy mi a véleményed erről, hogy mik a meglátásaid a mai estével kapcsolatban. Nagyon örülök a három pontnak, hogy hazai környezetben itt van tudtuk tartani a három pontot, és hogy ilyen nagy arányjal tudtuk nyerni. A másik óriás nagy dolog, amit a csapaton belül beszélünk már hetek óta, mondjuk köszönjük is lassan hónapok óta, hogy a labdást támadjuk és törjük ki minél jobban a védekezésünket. Ez a mai folyamán szerzetesen sikerült. A meccs előtt voltak aggodalmas hangok, hogy elég sok sérült, illetve félig meddig sérült játékosunk van. Vannak komoly hiányzóink is, elég ha csak Temőre gondolunk, aki éppen Japánban van, vagy elég, hogyha arra gondolunk, hogy Vitalaci még nem épült föl. Tehát ennek ellenére egy nagyon határozott és nagyon dinamikus játékot látunk, és az újak is nagyon jól szerepeltek. Különösképpen a 92-esen játszó Stiffa János tetszett nekem, ő megszerezte első gólját. Tehát ezt hogyan értékeled, meddig leszünk még sérültek, vagy mikor lesz olyan csapatunk, ami most már teljes 100%-osan azt mondhatjuk, hogy egészségesen és teljes ütők képességgel állhat ki a pályára. Volt egy pár kérdés, amit most feldobtál. Hogyha mindenre választ szeretnél kapni, akkor az, hogy mikor épülnek fel, és lehet, azt nem tudom. Pontosan bízom abban, hogy január közepére mindenki egészséges lesz, és amiről már beszélünk, hogy egy igazi ütőképes kinizsi áll majd hétről hétre rendelkezésemre. A fiatalok nagyon-nagyon jól szálltak be, itt, amit az előbb mondtál, a Jani ugye első labdaérintésére góltól tudni NBA-be, az nagyon-nagyon jó dolog. Én bízom abban, hogy több fiatal kedvet kap ez a játékhoz, és még többen szeretnének jelentkezni nálunk itt a kinizsi családnál, és minél többen jelentkeznek ezt a futcát, mert lehet látni, hogy hétről hétre milyen sok ember tudunk ezzel szórakoztatni. Ebben én is biztos vagyok. Akkor most arról kérdeznének, hogy lassan a szezon feléhez érünk, sőt, azt hiszem, hogy ez volt az utolsó meccs, az odavágók ezzel véget értek. Hogyan értékeled ezt az elmúlt néhány hónapot, és milyen jövőbeli reményeid vannak, hogy a szezon második felében hová juthat el ez a csapat, hiszen tudjuk, hogy első szezonunk van az NBA-ben, és nem is gondoltuk, hogy rögtön mi váltjuk meg a világot, de azért nagyon kellemes és nagyon pozitív élmények érnek minket két hetente, hetente. Mit látsz te, és hogyan látod ezt a jövőképet? Hát először is szeretném megköszönni úgy fent a szurkolóknak, hogy így mellettünk állnak és biztatnak minket, és nincsenek olyan hangok, hogy ez kevés, hogy ez tavaly nem ez volt, vagy minden meccset megnyertünk, most miért nem nyerünk meg minden meccset. Azért az elmúlt két évvel nem dolgoztam se én, se a játékosaim NB1-be. Ugye egy pár olyan játékos, akit igazoltunk, nagyon-nagyon megváltozott az NB1, nagyon-nagyon gyors lett, nagyon-nagyon taktikus lett. Nagyon-nagyon jó edzők alkotnak minden csapatot, így nagyon-nagyon nehéz dolgunk van. Én úgy gondolom, hogy ha a sérülteink felépülnek, akkor mindenféleképpen az első hatba szeretnénk végezni, és akkor azon belül pedig szeretnénk, hogy ki tudnánk harcolni, hogy a legjobb négybe, utána a Final Four-ba pályára tudjunk lépni. Még egy kérdés, azt hiszem, hogy sok néző nevében is felteszem ezt, de engem is nagyon érdekel, hogy Zsordit látjuk-e még NB1-ben, hiszen azt hiszem, hogy nagyon örült mindenki, amikor pályára lépett, ezt lehetett hallani. Ugye eddig őt az NB2-ben láttuk, marad-e itt az NB1-ben, vagy a továbbiakban az NB2-ben fogja folytatni? A két héttel ezelőtt említettem már itt az interjú alatt, hogy lesz egy meglepetésem, most a Zsordit tűztem ki akkor meglepetésnek. Az, hogy a Zsordi fog-e még NB1-ben játszani, az majd a jövő kérdés, erre nem szeretnék egyelőre választ adni, több okból kifolyólag sem. A Zsordi az NB2-es keretnek a tagja, ott számolok vele, ott számítunk rá, de hogyha úgy alakul, és olyan eredményt tudunk elérni, amivel az első évünkben megalapozhatunk egy olyan dolgot, amire tényleg lehet építeni, akkor biztos, hogy elő fogom venni a Zsordit, hogy segítsen a csapatot. Jó, hát akkor ezért izgulunk mi is, és köszönjük szépen az interjút. Tudom, hogy még vár rád egy edzés, hiszen az NB2-es csapat most fog edzeni. Hát akkor hasonló sikereket, jövő héten újra találkozunk. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük a biztatást. Köszönjük, Patci, gratulálunk.